Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkezdeni. A mappából hozzátok be a színeket, és adjátok hozzá az egyéni színekhez a bordot, azt kétszer, a világosat pedig egyszer. Na, valamit ellőttem, de mindegy. Majd kijavítom mindjárt. Így. És ide behozzuk a sötét színt. Tehát mind a kettőt bezártam. És elkezdjük, nyitunk egy 800x500-as üres lapot. Szűrök, meddi, vévilap 1-1, maradunk a lineáron, és lesz 3-0-0, és oké. Okay. Szűrök, L és K, zita. Itt annyit csinálunk, hogy a másodikat letesszük 6-ra, és leokéztuk. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Hozzunk be egy réteg új üreset. Oké. Okay. Ezt kitöltjük a hátszínnel, és a mappában megtaláltok ezt a 2017-05-31-es maszkot. Ezt kell behozni, tehát maszkok. Én is megkeresem, hogy merre raktam. Vajon? Lehet a pont ide. Igen. És leokéztuk. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. Legyen 100%, és egy 1-es sugár. Oké, okay, és árnyék egyesítés. Lépünk rá a háttérre, szűrők, domborítjuk domborítással, és szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Visszalépünk az első rétegünkre. Vesszük a kijelölőt, és a poligont, és kijelöljük, mindjárt meglátjátok melyiket. Itt ezt a belső háromszög félét rögtön. Így. Átmenjünk a másik oldalra, nem szakítjuk meg a kijelölést, és ugyanúgy folytatjuk tovább. A másik oldalt is. Így. És ezt megkettőzzük. Na most, bemenjünk a szűrők, Carolina and Sensibility, Textures, a Ghostot vegyük le nullára, és a legfelsőt 92-re rakjuk. És leokéztuk. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel. Bocsánat, de volt valami. Visszalépünk az első rétegre, vesszük újra a kijelölőt és a poligont, és most ezt a háromszöget, mindegy melyik oldalt, amelyiken jobban esik, megfogjuk és kijelöljük, majd megkettőzzük. A szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 10-es külső, és a feketében leokéztuk. Szűrők, leképezés, kontúr 3D, egy 3-as, nem 7-es. 3 és 8 van, és oké. Okay. Kijelölés, elrejtése. Ezt a réteget megkettőzzük, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, majd egyesítjük az előző réteggel, újra megkettőzzük, a függőleges tükrözéssel átdobjuk, és egyesítjük az előző réteggel. Ezt a réteget a normál módról szemcsesség egyesítésre állítjuk.
Újra rálépünk az első rétegünkre, vesszük a kijelölőt, és most a téglalapot, és jelöljük ki itt a középen ezt a háromszögünket, szűrők, vagyis téglalap szűrők, leképezés, kontúr 3D, ugyanaz a beállítás, oké, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 10-es külső, és leokéztük. Ezt kettőzzük meg, most pedig kijelölés, elrejtése. Következőkben vesszük a poligont, és újra rálépünk az első rétegre, most a külső háromszögeket, tehát így, kijelöljük, hát itt egy kicsit kiment, ezt megkettőzzük, és szűrők, Apelline Silver Leaning. Itt ráállunk a Breaking Phrase, és 5-re tesszük, majd OK. Ezt a réteget is megkettőzzük, a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, majd áthúzzuk a másik felére. Itt beállítjuk, remélem, hogy fog sikerülni, de amint látom, nem nagyon akar. Így, akkor megfogjuk, és réteg méretezéssel az arányok megtartásánál, akinek nem sikerül, kiveszi a pipát, és egy kicsit kiápúzza, most megrögzíti. A kettőt egyesítjük egymással. Ennél a keverékmód borítás lesz. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, ugyanaz a 10-es külső, oké. Kijelölés, elrejtése. Most pedig réteg, egyesít minden réteggel. Szűrők, simple, quick tille és apply. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Szűrők, a Aframes, a filter, customs. Itt rámenjünk a lánc kapéra, és leokéztük. Kaptunk egy szép színt. Na most a mappából behozzuk Ildinek a díszét, amit hát képméret már átállítottam, de itt ezt a részt így kijelöljük, de megmondom a kézi beállításokat. 245 a magasság, a szélessége magától érthető 800, oké. Okay. Tehát ezt kimásoljuk, és ide beillesszük új rétegként. Újra réteg méretezés, megfogjuk, és ide ezen a vonalon beültesszük, itt is, és itt is. Majd rögzítjük. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük egyszer, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel még egyszer, majd a normál keverékmódot szemcsesség egyesítésére állítjuk.
Vesszük a kijelölőt és a téglalapot, és itt kijelöljük ezt a közepet. Maradunk ezen a felső virágos rétegünkön, majd most megnyomjuk a delete-t a billentyűzeten. Kijelölés, elrejtése. Tehát ez már nem is fog kelleni, bezártuk. Na most, amint láttátok a képen, belülre helyeztem el a csajt, de kívülre fogom most tenni. Tehát réteg egyesít minden rétegen. Kép, külső keret, egy egyes az előszínnel. Kép külső keret, egy hármas a hátszínnel. Kép külső keret, egyes újra az előszínnel. Kép külső keret, egy ötvenes a hátszínnel. Így. Vesszük a varázspálcát, kijelöljük az ötvenest, bemenjünk a szűrők, meddi, vévilap 1-1, rálunk 7-re, és az anglé lesz 90, és a radiára. Majd leokéztuk. Szűrők, simple, quick tile, apply, szűrők, elmosás, gauss elmosás, egy ötvenes, szűrők, elmosás, művészi elmosás. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 25-ös szélességgel lesz a külső, és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Következőkben behozzuk most a csajt, kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, majd szabad átalakítással tegyük fel 120-ra, helyezzük el oldalra, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, és adjunk neki egy gamma pluszot, egy kicsit világosítsuk meg, majd a beállításokkal árnyékoljuk, tehát lesz 5, 50%, és a sugarat tegyük 25-re, oké, árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Tehát ezt is bezártuk. Következőkben behozzuk az írást, amit kimásolunk, és ide behelyezünk új rétegként, majd megfogjuk, és ide feltesszük. Hát azt nézzétek, hogy a vonal, a szaggatott vonal itt legyen. Tehát, amint látjátok, itt ennél a... De mindenki rakhatja, ahova hagyja. Ezt szabad átalakítással tegyük 90-re. A beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. Az lesz 1 százas, 100%, és a sugarat 1-re.
Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és árnyék egyesítés. Hát megnézem, hogy lejjebb is lehetnek például a közepére tenni. De akkor még adjunk neki beállításokkal még egy árnyékot, így már nem nagyon lesz szép az írásunk, hát megpróbáljuk 50-re levenni, így, oké. És árnyék egyesítés. Réteg egyesít minden réteget. Más nem maradt hátra, mint hogy a képünket méretezzük 800 pixelre. Így. Hát ennyi volt a mai leckénk. Egy könnyű kicsi lecke volt. Ezzel a leckével mindenkinek egy nagyon kellemes júniusi hónapot kívánok. Köszönöm nektek az eddigi elkészített képeket, és egy nagyon szép napot. Sziasztok!